kellett pakolnunk a terem bútorzatát, és hát egy kicsit elegánsan próbáltuk berendezni a 8-as búcsúzó gyerekek részére a tantermeket. A paragvári iskola 8. D osztálytermében a járványügyi előírások szigorú betartásával helyezték el a székeket. A végzősök így búcsúzhattak el egymástól. A bizonyítványokat és a jutalmakat az osztályfőnök Szarka Zsuzsanna adta át a tanulóknak. Az idén ez már korábban eldőlt, hiszen a járványügyi előírásoknak megfelelően a nagy rendezvényről le kellett mondanunk. Osztályszinten tudjuk csak megrendezni a ballagást, illetve egy búcsúzó osztályfőnöki óra keretében tartjuk meg a rendezvényeinket. 3 hónap után újra találkoznak egymással ezek a gyerekek, illetve a kollégáim. Kicsit visszajöhetnek az iskolai épületbe, és egy órát eltölthetnek, elbúcsúzhatnak egymástól. Zenével meghittem búcsúztak a Bolyai Gimnázium végzősei is. Az évfolyam 3 osztálya más-más napon ballagott. A 12. B osztályban 22 kitűnő bizonyítványt osztottak ki Tarhajnak a tanárnő diákjainak, akik közül sokan országos versenyeken is bizonyították tehetségüket. Az a klasszikus ballagás az ugye május elején valóban elmaradt, viszont megígértük a diákjainknak, hogy lesz ballagás, és most, hogy az érettségi bizonyítványaikat a kezükbe vehették, ennek az eredmény hirdető értekezletnek a ceremóniáját összekötöttük együtt a ballagással. Valóban ünnepi pillanatokat élhettünk át, 22 kitűnő érettségi bizonyítványt adhattunk át számtalan OKTV oklevéllel, igazgatói nevelőtestületi dicsérettel és a Bolyai éremmel. A legjobbakat oklevéllel, ajándékkal díjazták. A kiváló eredményekért dicséret járt. Minden évben átadják a Bolyai érmet, ezt idén Papp Gergő vehette át. Nagyon speciális, és nagyon hálás vagyok az iskolámnak, hogy a helyzet ellenére megszervezte a ballagást, és nagyon örülök neki, hogy van rá lehetőség, és azt gondolom, hogy méltó lezárás ennek a érettségi időszaknak, amit a rendkívüli helyzet ellenére is ügyesen vettünk. A Bolyai sok a bizonyítványosztás után az osztályteremből lesétáltak az udvarra, ahol elkészültek az osztályképek, és a szülők szabadtéren átadhatták az ilyenkor szokásos virágcsokrot gyermekeiknek. Oroszi Csaba nagylányának, Rebekának hozott ajándékot is. Nem is tudok mit mondani. A megy egyik legjobb iskolájának jó tanulójaként végzett, előtte az élet, és hát sok boldogságot kívánok neki, és az összes végzett diáknak. Legyenek boldogok az életben. A térség iskoláiban ehhez hasonlóan rendezték meg a ballagást, bizonyítványosztást. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodva jó hangulatban búcsúztak a növendékek iskolájuktól, tanáraiktól.